A Kevi Harangvirág óvodája évről évre csatlakozik a Kevi Petőfi Sándor gimnáziuma és technikumának szakmák hete elnevezésű programjához, így november 11-e és 15-e között az óvodások is érdekesebbnél érdekesebb foglalkozásokkal ismerkedhettek. Elég eseménydúsra sikerült ennek a hétnek a programjait összeállítani. Ilyenkor próbálunk elsősorban az idejáró gyermekek szüleitől segítséget kérni, hogy kinek van olyan foglalkozás, olyan szakmája, amit a gyerekek meg tudnak ismerni, és esetleg szemléltetni is tudják. Ennek köszönhetően hétfőn Vikorné Csvila Ráhel, a kiskörösi egymin mozgásfejlesztő pedagógusa érkezett az óvodába, hogy újfajta eszközökkel színesített mozgásfejlesztő tornát tartson a gyerekeknek. Mi természetesen ezt megelőzően már beszélgettünk a gyerekekkel a különböző foglalkozásokról, úgyhogy próbáltuk őket felkészíteni, támpontot adni, hogy kinek mi a foglalkozása. És utána nagy meglepetést okozott nekünk Arató Lóránt, aki az igazgató lelkészünk. Őt én kértem meg személyesen, hogy jöjjön el és beszéljen nekünk a lelkészi hivatásról, hogy hogyan lesz valakiből lelkész. Annyira jól sikerült neki ez az előadása, hogy tátott szájjal hallgatták a gyerekek, hozta az eszközeit, a ruhát, amit a nyakukba akasztanak, Mózes táblát, bibliát, énekeskönyvet, ami kereszteléshez, esketéshez szükséges eszközöket hozta, úgyhogy nagyon-nagyon sok új információt megtudtak a gyerekek. Emellett rendőrségi bemutatók keretében a gyerekek megismerték a hivatás során használt eszközöket, valamint az autót. Továbbá a méhészek munkájába is betekintést nyertek az óvodások. A Csiga csoportból Szomor Tíme apukáját hívtuk meg, aki a Szomor méhészetnek a vezetője, és ő tartott nekünk egy nagyon jó kis méhész bemutatót. Ő is hozta a ruhát és mindenféle kelléket, amit be tudott mutatni a gyerekeknek, úgyhogy nagyon-nagyon aktívan figyeltek a gyerekek, és hát a napfénypontja persze a mézkóstolás volt, amit nagyon nagy lelkesedéssel fogadtak a gyerekek. A mozgásfejlesztés, a rendőrség munkája, valamint a méhészek élete mellett Podobni Istvánnak köszönhetően a tűzoltó hivatás rejtelmeit is láthatták a gyerekek, továbbá fodrászok is érkeztek az óvodába. Két anyuka, Patyi Anett és Zsikladarányi Heninek köszönjük, hogy a délelőtt folyamán ellátogattak hozzánk, és beszélgettek a fodrász szakmáról, illetve a kislányok és a bátrabb kisfiúk persze odaülhettek, és gyönyörű hajakat varázsoltak nekik. A Halacska csoportban külső helyszíni foglalkozások voltak, hiszen ők elsétáltak az Elektrofavoritba Kuti Istvánhoz és Kuti Népi Varcsi Anikóhoz, úgyhogy ők belepillanthattak abba, hogy milyen egy műszaki üzlet, illetve hogy egy eladónak mi a feladata. Őket vendégül látták, nagyon jól érezték magukat. Ezzel azonban még nem ért véget a Kevi Harangvirág óvodájának szakmák heti programsorozata. Ebben a hétben már nem fért bele, nagyon-nagyon sok mindent terveztünk, de Bolvári Zsolt fog még minket vendégül látni a Pizzafonba jövő héten az egyik délelőtt, és akkor ő fogja megmutatni, hogy hogyan kell egy üzletet vezetni, pizzát készíteni, és a legvégén természetesen pizzát kóstolni. Tiricné Szabó Szilvia elmondta, hogy a gyerekek nagyon élvezték a tematikus hetet, és többen már jelezték is elképzelésüket, hogy mik is szeretnének lenni, ha nagyok lesznek.